Sziasztok! Az egyik előző videómban beszéltem a közösségi média árnyoldalairól, teljesen más megközelítésben, mint ahogy mostanában divatos, és hát ezt szeretném folytatni méghozzá azért is, mert láttam, hogy rengeteg reakció érkezett tőletek, a csöndes többség az megszólalt és hallotta a hangját, ami nekem nagy öröm volt, mert remélhetőleg ez el fog indítani aztán egy pozitív visszajelzésekkel teli cunamit, és nem csak az én csatornámon, hanem máshol is, és hogyha esetleg nem láttad ezt a videót, akkor lerakom az infoboxba, ez arról szól gyakorlatilag, hogy mi a probléma igazából a közösségi médiával, hogy milyen irányba tendál a világ, és hogy miért nem jó, hogyha egymást cseszegtetjük, hogy szépen fejezzem ki magam, és hát ezt szeretném most folytatni egy pozitív hangnemben, és hát remélem, hogy ti is majd megosztjátok a véleményeteket, és hát nagyon-nagyon köszönöm azoknak, akik az előző videó alatt kommenteltek, mert tényleg szuper volt beszélgetni, hiszen erről kell szólnia igazából a blogoknak, mert manapság már a média nem egyoldalú, hanem kétoldalú kommunikációra épül, tehát ti is nyugodtan hallathatjátok a hangotokat, viszont a stílus, illetve az, ahogy előadjátok a véleményeteket, az a mérvadó szerintem, és ez nagyon-nagyon fontos, de kattintsatok a videóra, és aztán még inkább el tudunk mélyedni majd abban a témában. A mostani téma viszont az, hogy mit adtak a bloggerek a világnak, mit adtak nekünk, nekem is, és hát szerintem mindenkinek. Megpróbáltam pontokba szedni, és hát olyan 10-11 pontot sikerült összeszednem, úgyhogy most erről lesz részletesebben szó. Gyakorlatilag ez a téma tegnap ugrott be, és arra gondoltam, hogy nem fogom én ezeket soha halaszgatni, hanem amikor úgy érzem, hogy na, erről beszélni kell, akkor beszélni fogok, és inkább eltolok egy másik fajta videótípust. Talán onnan kéne kezdenem, hogy egyáltalán mi az influencer, a blogger közötti különbség, illetve honnan ered a véleményvezér, illetve az népszerű embernek a története, mert valami ilyesmivel kéne igazából majd, hogy nem egyenlőség jelet húzni, és mégis óriási különbség van az emberek között. Szerintem bármilyen címkével látunk el bármilyen csoportot, az egy hatalmas általánosítás, és én is sajnos beleesek ebbe a hibába, ez egyébként minden emberre jellemző, hiszen az első benyomásunk az általánosítás. Ezen az első benyomáson muszáj tovább lépnünk, akkor vagyunk értelmes, intelligens és gondolkodó emberek, hogyha hagyjuk, hogy a másik bemutatkozzon, és megmutassa, hogy ténylegesen milyen személyiség. Tegnap beszélgettem a Senki se kérte oldalnak a tulajával, ami a Sokan kérték oldalnak a folytatását próbálja így vinni, de teljesen más edukációs vonalon. Tehát szeretné megmutatni azt, hogy kik azok, akik hitelesek, akik pozitív tartalmakat gyártanak gyakorlatilag a médiára, és akiket érdemes követni, és hogyan is kéne felépíteni akár egy reklámot, vagy egy együttműködést, hogyan lehet ezt pozitívan csinálni. És ez az irány nekem nagyon tetszik, remélem, hogy így marad, mindaddig én nagyon bizakodó és pozitív vagyok, amíg ezt látom, mert szerintem így lehet változtatni igazából az emberek, illetve akár az olyan influencereknek a hozzáállásán, akik nem a teljes mértékig hitelességet vallják. Remélem, elég diplomatikusan fogalmaztam. Szóval ő vetette fel, hogy ezt a témát esetleg úgy lehetne megközelíteni a történelmi tekintetben, és aztán elkezdtem nézelődni a neten, és találtam egy tök jó cikket az Origo oldalán is, ami egyébként egy ilyen influencer konferenciát harangozott be, de tök jól felvázolta ugyanazt, amit ez az illető mondott, hogy gyakorlatilag a történelem során mindig voltak úgymond népszerű emberek, karizmatikus figurák, akiknek a véleményére mások adtak. Nevezzük őket menőknek, és szerintem ti is találkoztatok ilyen emberekkel az iskolában, vagy bárhol az életetek során. És hát valószínűleg az első ilyen menő ember, első influencer, az a mamut vadászatban kiemelkedő alkat volt, aki elmesélt, hogy hogyan is kell leteríteni ezt a hatalmas, monumentális állatot. És gyakorlatilag a történelem során végig voltak ilyen emberek, gondolhatunk itt a pápákra, a királyokra, az előkelőségekre, a hadvezérekre, hadurakra, bárkire. Tehát találunk mindenhol influencereket, mert az influencer szó az gyakorlatilag véleményvezért jelent. Egyébként én rosszul vagyok ettől a kifejezéstől, de szerintem nagyon sok blogger is,
a régiek közül, tehát mi ezt nagyon nem viseljük jól, de maradjunk ezen a talajon, illetve a befolyásolást jelenti, és hát igen, mi nem ezt szerettük volna, de erről majd fogok beszélni. Szóval gyakorlatilag a történelem során végig megjelennek influencerek. Gondolhatunk itt egyébként Marie Antoinette-re, aki a divatot diktálta akkoriban, vagy gondoltunk Chanel-re, aki miatt most már hordhatunk nőként nadrágot, vagy gyakorlatilag például voltak olyan korok, amikor már megjelentek a reklámok, és például Dumas vagy a pápa az kokainos bort reklámozott és hirdetett, persze akkoriban ők nem tudták a negatív hatásait, vagy gondoljunk például a Coca-Colára, ami a Mikulás alakját adta nekünk, és gyakorlatilag a Mikulásra reklámozza a tílapunkkal a termékét. És amikor megjelent a tévézés, megjelent a rádiózás, onnantól kezdve pedig kifejezetten voltak média személyiségek, akiknek a véleményére az emberek kíváncsiak voltak, és sokszor meg is fogadták. A felnőtt szocializáció részei ezek, gondolhatunk itt egyébként sorozatokra is, mint a Szomszédok vagy a Dallas, ami egy irányt mutatott akár divat tekintetben, akár társadalmi felfogás tekintetben, akár életvezetés tekintetében. Ezek ilyen állampolgári minták voltak, vagy idealizált képek, és hát mindenki megtalálta a saját karakterét, amivel tudott azonosulni, de már ott is voltak igazából reklámok. Aztán pedig a 90-es évek a reklámoknak a kánaánja volt, ugye belépett a kapitalizmus az életünkben, és hát gyakorlatilag a tévétel is tele volt, ahogy ma is, reklámokkal, viszont amögött tapasztalatok nem voltak, csak valakit odaállítottak, gondolhatunk itt a Marlboro-s emberre, vagy gondolhatunk a Katára, akinek egy Pepsi kellett volna, vagy nem is tudom, a Danonra, Egerszegi Krisztinával, bár ez már egy későbbi időszak. Tehát gyakorlatilag ugyanígy megjelentek ezek a reklámok, viszont nem feltétlenül volt elmondva részletesen az, hogy milyen hatásokat tapasztalt az illető, aki reklámozza, hogy hogy vált be neki, esetleg a negatív, pozitív, pró-kontra érvek. Aztán a 2000-es években gyakorlatilag megjelent az internet, és egyre többek számára elérhető volt, és mindenki médiummá válhatott. Először chatszobák voltak, aztán pedig kialakult igazából a blogger társadalom, tényleg különböző tematikák szerint, különböző csoportokban, és hát ez egy nagyon-nagyon összetartó és szerintem pozitív közösség volt, legalábbis ami a divat szépségápolás vonalat illeti, mert hát abban mozogtam én is. Én 7 éve kezdtem a blogot, és hát olyan 10 éve kezdődött ez a divat blogolás, és el kell mondanom, hogy szerintem egy tényleg pozitív és szeretetteli közösség volt. Én akkoriban nem tapasztaltam semmi negatívumot, illetve ilyen ellenérzéseket, tényleg mindenki próbált nyitottan állni a másikhoz is, régi barátként üdvözölni. De valószínűleg teljesen más motivációval kezdtük el akkoriban ezt az egészet, mint amit mostanában látunk, és amiért mostanában sokan elkezdenek igazából influencerkedni. Mi nem akartunk szerintem se híresek lenni, se befolyásolni senkit, csak csupán volt egy kis közléskényszerünk, egy enyhe exhibicionizmusunk, és szerettük volna elmondani a tapasztalatainkat egy-egy témában. Szerettünk volna segíteni, információt átadni. És pont ezért szerintem tényleg külön kell választani ezt a két fogalmat, vagy két csoportot, az influencert és a bloggert. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet valaki hiteles influencer, mert hiteles blogger és hiteles influencer lehet az ember, csak valahogy más kornak a gyümölcse és más motivációval indult. Én például utáltam, amikor megismertek az utcán, mert abszolút csupasznak éreztem magam, úgy éreztem, hogy a másik tudja, hogy én milyen vagyok, hiszen az életemnek egy 10%-át ezért kiteszem, és megmutatom, én viszont nem tudok róla semmit, és tényleg egy kicsit olyan zavarba ejtő helyzet volt régebben ez az egész, még most is. Szerintem ekkoriban egy tisztulási folyamaton kezdett átmenni a reklámipar, hiszen én is, és nagyon sok blogger azért kezdett
kezdett el blogolni, mert nem tetszett neki a női magazinok kínálta a világ, nem tetszett az, amit a médiában lát, hogy ilyen teleshop rendszerrel igazából a marketing leírást berakják, és puszi, megyünk tovább. Tényleges tapasztalatok nincsenek mögötte. Őszintén szóval nagyon sok cég megijedt a bloggerektől, és nagyon lassan nyitottak e felé a világ felé, sőt eleinte igazából még támadtak is minket, én is kaptam nem egyszer olyan üzenetet, hogy vegyem le azonnal, fenyegettek perrel, volt ott minden. Maradjunk annyiba. Aztán elkezdtek termékeket küldeni egyes cégek, akik bátrabbak, nyitottabbak voltak, innovatívabbak, illetve bíztak a termékükben, és tök jó együttműködések jöttek létre. Persze volt olyan, hogy elküldtek egy terméket, kipróbáltam, nem tetszett, leírtam, és azóta se hallottam a cégnek hírét, vagy még kaptam egy-két fenyegető kis kommentet, tehát ez így indult. Ennek gyönyörűen kinőtt a kultúrája, nagyon sokan tényleg komolyan vették a tesztelést, és komolyan veszik a mai napig, és tényleg kipróbálják, elmondják a pró és kontra érveiket, nyilván ez egy szubjektív, de most már nagyon sokan egyébként gyakorlatilag szakértői váltak egyes témaköröknek, például bőrápolási szakértők, sminkesek lettek, és még sorolhatnám, és gyakorlatilag így már egy objektívebb véleményt is tudtok kapni. Úgyhogy egy teljesen más irány kezdett kialakulni, és én láttam, hogy mi a fő problémája most az embereknek, hiszen az influencer világ viszont nem ezt takarja minden esetben. Nagyon sokszor elég az, hogy kap valamennyi pénzt, és akkor megmutatja és áradozik róla, miközben gyakorlatilag ki se próbálta, fogalma nincs a termékről, és valószínűleg meg se vásárolná. Én nem szoktam olyasmit elfogadni, amit magamtól nem vásárolnék meg, ami nem kelti fel az érdeklődésemet, amiről úgy gondolom, hogy számomra haszontalan, és hogyha egy ilyen dologgal keres meg egy cég, akkor simán elhajtom a fenébe, illetve abban az esetben is elhajtom a fenébe, hogyha esetleg lektorálni szeretné ezt a cikket, vagy felülbújrálni, nevezzük úgy, hogy cenzúra, és a többi. Tehát szerintem a hitelesség itt kezdődik, legalábbis nekem ez a mérce. És én azt szerint is követek másokat, hogy számomra az ő általa ajánlott termék bevált-e, én nekem szimpatikus-e az illető, én amit látok nála, az megbízható-e. És nem az alapján válogatok, hogy hány hashtag reklám van, mert bizony van, amikor összetorlódik, illetve lassan gyakorlatilag mindenhez oda kell írnunk, hogy reklám, akkor is, hogyha egy ismerősödnek szeretnéd megmutatni, hogy de ügyes nyitott egy boltot, vagy akkor is oda kell most már tenni, hogyha te vásárolsz egy terméket, mert most például legújabban ezt olvastam, de ennek majd utána akarok nézni, viszont akkor tényleg nehéz lesz szelektálni, hogy mi az, amit ténylegesen reklám, vagy mi az, ami tesztelésre érkezett termék, szponzorált tartalom és a többi, mert ezek között azért elég nagy különbségek vannak, de majd, ha ez érdekel titeket, erről is csinálok videót. Szóval gyakorlatilag mindenki médiummá vált, és mindenkinek a véleménye fontos, de ez régebben is így volt, mert a szomszéd Jucika néni véleménye is fontos egyes témákban. Ha például egy jó bableves szeretnél, akkor lehet, hogy át fogsz csengetni hozzá, és meg fogod kérdezni, hogy a múltkor, amikor megkínált, ez hogyan készült. Szerintem, amit a leginkább köszönhetünk a bloggereknek, hogy rengeteg edukációs tartalommal szolgálnak, illetve rengeteg szórakoztató tartalommal, rengeteg információt osztanak meg, és szinte karnyújtásnyira, gomnyomásnyira van az, hogy tanulhatunk tőlük különböző témákban. Nekem van kedvenc bőrápolási bloggerem, akit követek, és onnan sok mindent tanultam. Van sminkes vonalon, van lakberendezési vonalon, van divattörténet vonalon, és ezen kívül még rengeteg más vonalon is, mert nem csak ez a témakör érdekel, hanem gyakorlatilag minden az égvilágon, egészségügyi témák, tudományos témák, és még sorolhatnám. Tehát ingyen szórakozás, mert a tévéért bizony fizetni kell, természetesen az internetért is, viszont nagy vonalakban a bloggereknek nem kellett eddig fizetni a tartalmaikért, bár tény is való, hogy egyre inkább próbálja a közösségi média, YouTube, a Facebook, az Instagram rászorítani az embert, hogy hirdessen, és hogy az organikus tartalmak gyakorlatilag meg fognak szűnni, ha nem kommenteltek. A másik a divat változatossága, ha már
divat meg szépségápolási blogger vagyok, akkor ezt kell kiemelnem például egy témának, hogy addig megvolt az, hogy ezek a trendek, ezeket lehetett csak kapni a boltba. Aztán a bloggerek elkezdtek azt hordani, amihez csak kedvük van, megmutatni az egyéniségüket, és ezt megragadta igazából a fast fashion, amit lehet vitatni, hogy jó vagy nem, hogy ennyi mindent gyártanak le, és hogy van-e értelme, de tény is való, hogy mindenki sokkal jobban meg tudja találni azt, ami tetszik neki, illetve meg tudja találni ezáltal az egyéniségét is kifejezni azt, amilyen, és ezt, igen, ezt részben szerintem a bloggereknek köszönheti a világ. A következő pedig az, hogy a kozmetikumok világában javultak gyakorlatilag az összetevők, elkezdtek ténylegesen érdeklődni a kozmetikai cégek az embereknek a fogyasztási igényeik felé, vagy iránt, mert ez addig nem volt általános. Sokszor láttam olyat, még a blogolásom kezdetén, hogy ugyanazt a terméket átcsomagolták, kisebb csomagba került, már így egy jó kis áremelés, plusz emelték az árát, csili-vilibre csinálták meg, és ugyanazt vásárolta meg új néven az illető, megújult a krém, vagy tedd bele egy picivel többet az egyik összetevőből, gyakorlatilag nem változott semmi, meg át sem kellett különösebben állítani a gyártósort, és mehetett. És az ilyeneket például azért elég sokszor bebuktatták a külföldi, illetve magyar blogokon is láttam ilyet. A csomagolás is fejlődött, egyre több pumpás adagolós termék jelenik meg a piacon, nem is sokkal higiénikusabb. Elkezdte érdekelni a cégeket tényleg az, hogy mi működik és mi nem, és most már vannak olyan oldalak, ahol akár te is igényelhetsz tesztelési terméket, és bekerülhetsz ilyen programokba teljesen civilként. És a következő az igazából az, hogy például van a Krémmánia oldal is, ahol mindenki leírhatja a véleményét, ezáltal segítve a másiknak. Tehát nem kell feltétlenül bloggernek lenned, és még én is rá szoktam kattintani egy-egy vásárlás előtt, hogy a nagy többségnek hogyan is jött be az a termék, és ezáltal rengeteg pénzt spúrolok meg, mert nem veszek hülyességet, jobban meg tudom ismerni a terméket, látom az összetevő listáját, ez alapján le tudom mérni, hogy nekem az működni fog, vagy nem, és hát ezeket általában egyébként külföldi, illetve magyar bloggerektől is lestem el, vannak külföldi oldalak, ahol tök jól meg lehet nézni az összetevőket, meg lehet tanulni sok mindent, hogy mire kell figyelni. A következő pedig az, hogy tabukat döntögettek, például a szüléssel kapcsolatban elkezdtek beszélni, a szoptatás mint téma megjelent, de ha nem anyuka vonalon nézem, akkor különböző lelki problémákról estek szók, szorongásokról, de az öngondoskodásról, ami ezeknek ugye a pozitív irányzata, hogy meg tudod óvni magadat egy-egy nehéz időszakban, vagy én például beszéltem a fogászat, problémáimról, beszéltem már a diszlexiámról, ami nagyon sokakat érint szintén, illetve az allergiámról is, ami egy egészen egyedi allergia, mert hát olyan nincs, hogy anti-allergén termék, bárki bármire allergiás lehet, én a sóban lévő egyik összetevőre vagyok allergiás. Csoportokat hoztak még létre a bloggerek, közösséget építettek, és ezek a közösségek, ezek nagyon sokat adnak egymásnak is. Nekem is van egyébként egy Kialakulat nevű csoportom, ha követsz, akkor valószínűleg ismered, nagyon sokan tagja is, és ezek a csoportok arra jók, hogy információt cseréljenek emberek, esetleg barátkozzanak, ismerkedjenek, hasonszűrűekkel beszéljenek, és hasonló gondolkodású és mentalitású emberek tudjanak találkozni virtuálisan, vagy akár igazából, mert pont most olvastam az egyik komment részen, hogy hány csajnak adott barátot gyakorlatilag a mi közösségünk is, és hát rengeteg ilyen kis mikro-makro közösség jött létre ezáltal, és ez a közösségépítés nekem a kedvenc részem ebben az egészben, talán ezért sem fejeztem be sose a blogolást, bármilyen nehéz is volt egyes időszakokban, akár több munkahely mellett este, éjszaka írni egy-egy blogposztot, vagy videózni hétvégén, amikor más kirándult. Nekem ez akkora örömet és akkora erőt adott, hogy ezért megértem.
A környezettudatos szemléletet is szerintem leginkább a bloggerek kezdték el közvetíteni, és hát ez rám is nagy hatást gyakorolt, és egyre inkább odafigyelek a környezetemre, és hát rászorították a cégeket is arra, hogy újrahasznosított csomagolásokat használjanak, hogy a szatyrokat kezdjék el mellőzni a boltokból, és rengeteg minden tekintetben igazából, hogy ne költsünk, vásároljunk és halmozzunk fel annyi szemetet, lomot, ezt a bloggereknek is köszönhetjük. Az előbb már említettem, hogy nagyon sokat spórolhatnak neked a bloggerek, youtuberek, influencerek, hogyha körültekintően választod meg, hogy kiket követsz, és itt a szelektálás ez egy nagyon fontos dolog. Én, amikor vásárolok bármilyen kütyűt, legyen az akár egy telefon, vagy egy fényképező, vagy bármi, akkor megnézem, hogy milyen vélemények vannak, milyen teszt videók vannak. Ezeket a termékeket általában elküldik ezeknek a bloggereknek, youtubereknek, azok kipróbálják, nyilván nagy tapasztalatuk van benne, vagy kevésbé nagy tapasztalatuk, csak felhasználó szintű tapasztalatuk, és elmondják, hogy nekik hogyan vált be. Azok a kütyű bloggerek, nem tudom ennek pontosan mi a neve, akik rendszeresen tesztelnek különböző márkák, különböző termékeit, és ingyen megkapják bizony, júj, csúnya, fúj, azok el tudják mondani, hogy neked miért fog talán bejönni az az adott termék, a te elvárásaidnak mennyire fog majd ez megfelelni, hiszen mindenkinek más elvárása van. Például nálam az automatikus fókusz, ez most fontos volt a telefonnál, és ezt nézegettem, hogy melyik hogy különböző fényviszonyokban hogyan fog majd működni, illetve hogy a belső vagy a külső kameráját tudom majd használni, esetleg olyan esetekben, ha videózni kell. Szóval utána néztem, és nagyon sokat segítettek, és nagyon hálás vagyok ezekért a segítségekért, véleményekért és tanácsokért. És amikor például a Nikonomat vettem, ami egy nem kis befektetés volt, mert akkor volt 150 ezer forint 5 évvel ezelőtt ez a fényképezőgép, akkor ugyanígy rákeresgettem, viszont akkor még nagyon-nagyon kevés vélemény volt, ezért bele is nyúltam a vásárlásnál, mert nem teljesen az én igényeimnek volt megfelelő, mert nem nagyon voltak, csak gyakorlatilag céges leírások, nem voltak nagyon tesztek, és ezért nem a legtökéletesebbet választottam. Most már valószínűleg nem esnék ilyen hibába, mert több helyről tudnék informálódni, és többfajta véleményt tudnék ütköztetni, és az alapján könnyebben kiszúrhatom, hogy nekem milyen kell. Úgyhogy ezt tényleg el lehet könyvelni szerintem egy nagy pozitívumnak. Az egészséges énképet és a testképet is megalapozták szerintem a bloggerek, és most ne sikongass, mert ez így van. Szerintem nagyon sokat köszönhetünk annak, hogy voltak olyanok, akik megmutatták, hogy bizony van rajtuk narancsbőr, szülés után 3 perccel nem nyerték vissza az alakjukat, és ez igenis reményt és erőt tud adni az embernek. Bárki bármit gondol, hogyha a másik elmondja azt, hogy igen, ez engem is érintett, én sem vagyok tökéletes, nekem itt van a gondom, én nekem ott van plusz kilóm, és hogy ez teljesen oké, mert a bikini body az igazából egy bikinit és egy bodyt jelent, és nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy te egy jó ember legyél, illetve hogy jól nézd ki, hanem nem kell mindenkinek egy kaptafára kinéznie. Szóval ezt is szerintem nagyban köszönhetjük a bloggereknek. Persze most van egy irányvonal az influencereknél, akik túlretussálják a képeiket, akik igyekeznek tényleg olyanná tenni, mintha egy rajzolt kép lenne és tökéletes, de az embereknek, a közönségnek meg kell tanulnia szelektálni, meg kell tanulnia látni, hogy igen, ez egy manipulált kép, igen, az pedig nem egy manipulált kép. Igen, ez egy igazi női test, azon viszont van valamennyi szerkesztve. Hozzáteszem, hogy bennem ilyenkor mindig egy kicsit a sajnálat is felmerül, hogy ezek a nők, akik szétszerkesztik a képeiket, ezek nagyon nincsenek magukkal megelégedve, és nagyon félnek attól, hogy esetlegesen negatív kritikát kapnak. Tehát én nem bántanám ezeket a nőket, vagy férfiakat, mert biztos, hogy megvan ezzel kapcsolatban a maguk problémája, és az önbizalmuk az nincs teljesen a helyén.
Viszont szerintem lényeges beszélni arról, hogy vannak pózok, amiben az ember jobban néz ki, vannak olyan előnyösebb szögek, illetve van, amikor az ember csinosabb, meg valamikor nem ez a prioritás. Például mostanában nálam nem ez volt a prioritás, és most, ahogy így ide süt a nap, látszik is, hogy nem a legvékonyabb a karom, de hát kit érdekel. Szóval ezt a body pozitív trendet, ezt igenis bevezették a hiteles bloggerek, illetve a hiteles influencerek ezt közvetítik. Az utolsó pedig az, hogy legyen véleményed, és oszd meg másokkal, és segíts másoknak, és add át az információt, amit tudsz bármilyen témával kapcsolatban. Beszélgess az ismerőseiddel, és mondd el, hogy te mit használsz, te hogyan csinálod, te neked mi volt a tapasztalat a fogamzásgátlóval kapcsolatban, vagy bármivel kapcsolatban gyakorlatilag. Megtanították szerintem az embereknek, hogy lemerjék írni a véleményüket. Ez egy másik kérdés, hogy az emberek úgy gondolják sokan, és ezt tényleg nem akarok általánosítani, mert nem mindenki gondolja így, és itt ezt, ahol esetleg általánosítottam, ott is csak az vegye magára, akire esetleg illik, jól édesült a nap, nem mindenkire gondolják, tehát akinek nem inget, ne vegye magára, ez a lényeg. Szóval meg kell tanulni véleményt formálni, meg kell tanulni vitatkozni, és elfogadni azt, hogyha valakinek ellenkező a véleménye. Egy kicsit változott a fény, mert láttam, hogy teljesen kiégek, mert a nap vonul, és hát megy az idő. Az utolsó pontnak viszont azt értem, hogy legyen véleményed, vállald a gondolataidat, oszd meg, illetve segíts azon információkkal, aminek a birtokába vagy, amihez értesz, aminek esetlegesen a szakértője vagy. És hát igen, a mintával, a példamutatással gyakorlatilag ebbe az irányba mozdították az embereket. Nem véletlen, hogy ennyi influencer lett, nem véletlen, hogy ennyire lelkesen kinyilvánítják az emberek a véleményüket, esetleg vitatkoznak, viszont a vita egy olyan dolog, amit tanulni kéne, illetve a véleménynyilvánítás, valamint az, hogy a másik véleményét tiszteletben tartsd és elfogadd, és ne akart feltétlenül ledugni a torkán a te elképzeléseidet, illetve a te életvezetési tanácsaidat. De erről szól az előző videóm, úgyhogy mindenképp kattints rá, és lent lesz az infoboxba, mert fent rá sose tudom berakni, mert sose szállnak erre elég időt, mert sosincs rá elég időm. Szóval nagyjából ezeket a pontokat szedtem össze, nagyon-nagyon remélem, hogy ti is fogtok hozzáírni, mert szerintem biztos van véleményetek a témáról, és remélem ti is külön tudjátok választani a számotokra hiteles, illetve nem hiteles embereket, és szelektáltok, és azt szerint választjátok meg, hogy kit követtek, hogy az ad-e a napotokhoz pozitív dolgot, illetve feldobja azt, és nem idegesítitek magatokat totál fölöslegesen, és nem pazaroltok totál fölöslegesen időt olyanokra, akik nem ezt a vonalat képviselik. Én mindenkit erre tudnék buzdítani, hogy ezt szerint válogasson, és akkor most itt a reklám helye, hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenképp nyomj le egy lájkot, meg iratkozz fel a csatornára, illetve a csengőt is meg kell nyomnod, hogy ténylegesen kapj valamiféle jelzést, és akkor lehetsz benne biztos, hogy kapsz jelzést, hogy ott benyomod azt, hogy minden tartalomról kapj értesítést, vagy valami ilyesmi, és még kommentálsz is. Mert ilyen jó fej lett a YouTube. Szóval, igen, hagyj mindenképp valami interakciót, már csak azért is, mert nagyon szeretek veletek beszélgetni, mert elképesztően intelligens gondolatok szoktak születni a videó alatt, és írjátok meg esetlegesen, hogy ezen témákban, mert ezt a vonalat szeretném most egy darabig vinni a sorozatszerűen, még miről lehetne beszélni, mit lehetne boncolgatni, miről érdekel titeket az én véleményem, és hát én elfogadom, hogyha más a véleményed, úgyhogy te is fogadd el, hogy nekem ez, illetve meggyőzhető vagyok, hogyha olyan kedvesen és kultúráltan fogalmazod meg esetlegesen a kritikáidat, úgyhogy várom tényleg az észrevételeiteket, és akár azt is, hogy számotokra kik a hitelesek, mert nagyon-nagyon sok hiteles blogger és hiteles influencer is van, úgyhogy legyen nagyon szép napotok, és sziasztok! Meg akartam mutatni a pólómat, mert pár évvel ezelőtt eléggé ki voltam én is ábrándulva abból, hogy egy skatujába bele akarnak gyömöszölni, és hát én is láttam azt a fajta társadalmi változást a blogger vonalon,
ami most már az influencer vonalnak nevezhető, úgyhogy most már lelkesen viselném amúgy a blogger feliratú pólót is, mert inkább abba a csoportba tudnám sorolni magamat szerintem.